Debussy talán a legszínesebb zeneszerző. Debussy zenéje nagyon vizuális, már-már effektíve megelevedik előttünk egy alkotás, vagy egy film, akár egy festmény. Kézenfekvő volt, hogy egyszer csináljunk egy olyan koncertet, amikor ezt ténylegesen összekötjük. 5 mű hangzik el ma este, és minden egyes műhöz megkértünk festőművészt, hallgatót a Képzőművészeti Egyetemről, hogy fessenek egy-egy festményt a művek ihletésére. Nagyon színes és nagyon hát fantáziadúr zeneszerzőnek tartom Debussyt, és ő az, akinél akár konkrét színeket lehet így a hangszeren is varázsolni. Úgyhogy én ezt egy fantasztikus ötletnek tartom, festményeket és Debussy zenét kombinálni. Ismeritek a Varázs Ceruza című cseh rajzfilm? Régi gyerek sorozatot? Az én korom. Nekem nem van. Varázs Ceruza. Hát ott volt az a trilla, pontosan ugyanez, mert ugyanis ez meg Janacek. Janacek. És ez teljes ugye később Janacek. Nekem az első gyűjtem meg a Vizikről. Tudod, hogy... Tényleg. A közönség láthatja az összes képet, viszont segítünk a közönségnek azáltal, hogy egy-egy darabhoz tudják kapcsolni különböző fényekkel. Abban bízom, hogy a képek erősíteni fogják a zenét. Nem a fókuszt veszik el, hanem egy többletet adnak az élményhez.